Köszöntjük a kedves nézőket és hallgatókat! Elérkezett az évadzárónak az ideje. Gergővel néztük meg a tizedik epizódot. Szervusz Gergő. Hello, szervusz, sziasztok! Hát ez egy mozgalmas évadzáró volt, de nálatok is mozgalmasan telnek a napok. Az uh, biztos itt a adás előtt elmondtad, hogy Gőzerővel készül a rajzfilm sorozatnak a szinkronja, az új epizódok, mert hogy itt, ha jól értettem, akkor dupla megjelenésre számíthatnak a kedves nézők. Így van, úgy hozta a sors, hogy ö, ö, egyszerre, előbb lett kész a 19. rész ö, háttérhangjainak a felvétele, mint a 18-asnak, <laughs> úgyhogy <laughs> úgyhogy egyszerre szeretném most kiadni a kettőt, ö, igyekszem ö, megszerkeszteni őket, ö, nem ígérek ö, semmit, ha minden jól megy, és ö, jól megy, akkor vasárnap estére van, vasár, vasárnap este, délután este felett talán, talán, talán uh, ki tudjuk adni. Meglátjuk, meglátjuk. Még nem. nem ígérem meg, hogy ez vasárnap este ott is lesz. Jó van, hát várjuk akkor, hogy uh, a következő részek jöjjenek. Igyekszünk. És akkor csapjunk bele a, hát ebbe a fergeteges évad záróba. Egyből egy eredeti sorozatos settingbe mentünk vissza. Te emlékszel erre az Arkonok visszatérnek című epizódra a Beta 3 bolygó. E, valami rém lett, a ismerős volt, férfiasan bevallom, hogy nem emlékeztem, hogy kik ezek meg, hogy meg merre, de azt láttam, hogy ez, ez, ez a rész, ez irgalmatlan mennyiségű áthallást, áthalást, utalást, ugye a legutolsó, legvégét nem lövöm le, rengeteget tartalmazott, úgyhogy itt most belecsaptak a jó elég rendesen itt a végén, az utolsó résznél. Igen. <laughs> Ö, igen, nem, nem nagyon emlékszem rá, ismerős volt a nevük, meg sejtettem, hogy vala, valahol már szerepeltek, de hogy hol, meg mikor volt. Pff. Ugye most egyszerűen néztem meg én az utolsó három részt, mert lemaradtam a 8-9-10-ről, Uh, úgyhogy egy kicsit olyan, lehet, hogy néha össze fogok keveredni egy picit itt a, a három részsel, de igyekszem majd kibogozni a fejembe a dolgokat. Nem baj, hogyha korábbi epizódra is visszaugrunk, tehát azt is nyugodtan beszélhetjük. Vagy uh, összesítünk, vagy valami, akkor majd lehet, hogy kitérek. Igen. Ugye itt a Landru volt az a komputer, aki uralta ezt a civilizációt, vagy ezt a népet, és úgy tűnik, hogy a a történet szerint ők visszaestek, tehát újra tisztelik ezt a, ezt a akit egyébként a Körk összezavart, mert hogy ő az eredeti sorozatban ugye <laughs> Igen. ilyen paradoxonokat állít fel a mesterséges intelligenciáknak, és mindig az a vége, hogy elfüstölnek ettől. <laughs> Igen, ez aranyos volt a régi Spock meg a, Kirknek Körknek a animációja, amikor megjelent, és ugye azért igaz, hogy elkezdték újra isteníteni, de kicsi volt, mert nem csavar különben, mert, mert egy kicsit olyan furcsa volt az egész, tehát hogy istenítették is, meg nem is, akartak is valaki kilépni belőle, meg nem is. A kompjútert is ugye a kapitány nagyon rövid pórázra fogta és leállította. <laughs> az egész, egész jelentő, nagyon vicces volt, igen, az aranyos volt. Úgyhogy nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen érdekesség volt ebben a részben is újra, inkább azt mondom, hogy újra most. Hát ugye a Ransom az direktbe azt mondta, hogy ez a TOS éra, és akkor gyorsan <laughs> ki is vágta magát, hogy ez a Those Old Scientists nek a jelentése. De, Igen. Úgyhogy mi már a rajongók, hogy így nyíltan a Star Trekben a Star Trek megjelenik, de, de mégsem, de ez, ez tök vicces volt. Ügyes csavarra. Igen, itt most beszéltünk, nem is tudom, hogy az első név, vagy a második. Elsőn ugye említettem, hogy rengeteg áthallás van a rajzfilmben, és, és a, ugye a második beszélgetésünknél mondtam, hogy ez egy picit úgy lelaposodott, és az utolsó részeknél szintén, de na ez az utolsóba, aztán ami a csövön kifért, szerintem ami a csövön, csövön kifért, jöttek az áthallások, átutalások, rengeteg, rengeteg volt benne, és nagyon, nagyon egy érdekes évadzáró volt ez, mert nekem, nekem egy picit el, elkanyarodott a. a Atta vonaltól szerintem, amit, amit képviselt az egész sorozat végig, ezt a, ez alatt azt értem, hogy egy picit uh, ilyen lelkibe vitte át a dolgot. Mondanám, hogy építkezett a sorozat az első résztől kezdve, szépen felépítette ezt a karaktereket, a mindegyiknek a karakterét, de ez az utolsó rész az nagyon átment ilyen, ilyen érzelmi lezárós, olyan, de hirtelen zárták volna nekem, kicsit furcsa volt így most megnéztem a 8-9-10-et, Nekem, nekem, egy picit olyan érzésem volt a lezárásra, mint Én gyorsan le kell zárni, és akkor na. Igen, Mirakunk nekem, a nekem Enterprise-os feelingje volt. Nem tudom, emlékszel, hogy az Enterprise-nak az utolsó részeinél, a negyedik év az utolsó részeinél volt például, ami ugye itt a harmadik részben volt, a, a ugye ez a földnek a ellentétet. tehát nem a föderáció, hanem ja, a Aha. Így Igen. van, Igen. így van. És itt, itt nekem, a, nekem a sorozatban, nekem a, kilencedik rész volt egy picit olyan, olyan kilógos, amikor... Igen, amikor a, a, zászlós elindítja ezt a átprogramhoz a szerencsétlen Boymlernek a programját, és, 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 utána csinálnak belőle egy filmbe filmet. <laughs> Ahogy Deadpool mondan, áttörtük a negyedik falat, bár még ez nem az volt, de, <laughs> de, de érdekes volt ez a film a filmben, de ez így kilógott nekem, nekem kilógott a sorból, bár ettől függetlenül szerintem megágyazott az utolsó résznek itt a, a Mariner és a anyjának a kapcsolatába, én szerintem. <laughs> Igen, ott volt de... is egy trailer a kilencediknek a végén, ahol láttuk, hogy már, na ez most ki fog derülni, hogy akkor itt rokoni kapcsolat van, és ez a legénység, ez egyből rá is ugrik a marinerre, hogy na akkor a kapitánynál valami előnyöket <laughs> sikerjen kiszedni. Egyébként a, még visszaugorva itt a Körkérára, ott volt egy kép a Körkről és a Spockról, az a sorozatból volt, vagy vagy csak megrajzolták újra, mert kicsit ö, hasonlítottak a adai Animated Series-nek a rajz stílusára. De mm, nem... Szerintem nem. Én is csak én nem néztem meg újra azt uh -huh. a jelenet sort. Ígérem, megnézem. De én nekem hirtelen nem, nem az jött vissza, hogy Animated series de lehet őszen igazad van, lehet, hogy kicsit hasonlított rájuk. Nekem, nekem, egy, nekem, nekem olyan élet... Én kicsit ön, Hát ugye áthozták ebbe a rajzfilm stílusba uh -huh. a körköt meg a spokkot. Szerintem nem. Szerintem igen, nem én, szerintem, én sem csak voltam. Nagyon hasonlított rájuk. Biztos benne, igen. Jobban, mint a Rikerre. <laughs> a Riker a Rikerre. <laughs> igen. Ja. Na, itt van ez a rokoni szál, ugye, ez szerintem mindenkinek ismerős, hogy ha a főnök lánya, a főnök fia van, akkor, akkor meg kell környékezni, hogy hé, nem mondanál egy-két jó szót, vagy egy-két beajánlást, vagy valamit, tehát ez annyira tipikus dolog. És <Szorítan> igazad van, és itt szerintem a, a rajzfilmben, e, ugye, amit végig e, hangsúlyoztunk, hogy egy kicsit olyan, mindent elnagyít a rajzfilm, felnagyít, e, sarkosít, e, itt aztán ordítóan kijött ez, a tehát itt nem az volt, hogy figyelj, hm, volt ilyen is, de nyíltan mindenki, oda megy, nyíltan mindenki, nyalt neki, bocsánat, nyíltan mindenki előnyt akart belőle kovácsolni, tehát annyira, hát ez is ki lett sarkosítva ez az egész, mint maga, maga a rokoni kapcsolat is, és ugye utalnak is rá, hogy mondják is ugye egy például a, ugye a Beverly Crusher, meg a fia, tehát az is egy rokoni kapcsolat, és egyhajon szolgáltak, és nekem egy picit inkább ö, ö, úgy tűnt, hogy ez az egész arra megy ki, hogy azt az ellentétet feloldja az anya lánya között, hogy egyik se akarta, hogy kiderüljön, hogy a másik a rokona. Igen. Tehát itt nem csak a mariner nem akarta azt, hogy az kiderüljön, hogy az anyja, hanem az anyja se igazán akarta, hogy kiderüljön, hogy ő a lánya. Ennek ellenére mégis ott tartotta a hajón. de ez egész egy ilyen, egy ilyen kisarkosított dolog volt, ami ugye normál esetben egy Star Trekben, teljesen normális, hogy, hogy a rokonok szolgálnak ugyanazon a hajón. Igen. Semmi hát, gond nincsen uh, veled, egy ez... csomó ilyen anyalánya, apa fia, ugye, hogyha a The Space Nine-ba is, ugye, csomó helyen van ez a rokoni szám. De hát itt surlódós volt ez a dolog, és megoldásért kiáltott itt az évad záróban, hogy valami nyugvó pontra jusson ez a, ez a, dolog, mert mindketten végül is egymás miatt voltak idegesek, a Freeman az nem hozott néha jó döntéseket emiatt, mint kapitány, a Mariner sem találta meg a helyét a fedélzeten, úgyhogy végül is ez, ez így elrendeződött. Végül is a egy Szerintem tök jó el volt az alsó fedélzeten. <laughs> Nagyon igen, azt, igen, azt, de... A részt. De, de nem illeszkedett bele szerintem a, hmm. A flottának, vagy ennek a hajónak a mindennapjaiba, direkt ilyen kicsit lázadó volt, és szerintem ez nem csak az önmaga szórakoztatása miatt történt, hanem hogy a, a idegesítse a Freeman kapitányt. Az anyát. ja igen, igen. Igen. Ő egész személyisége ilyen volt, különben a marine egész végig. Nekem egy kicsit olyan, az lesz a furcsa majd, hogy. és nagyon kíváncsi, hogyha tényleg lesz második évad. Öh, Lesz. Ezt hogy fogják, hogy fogják továbbvinni? Ugye most a Bolymler oda került a Rikel alá. Ugye kiemelték. Amiért végig, egész végig, amit küzdött, nem a hajón ért el, hanem egy másik hajón. A Mariner megbékért az anyjával. Én nekem olyan érzésem volt, hogy legalábbis vártam azt, hogy mikor fogja megkapni a sárga egyenruhát, hogy a, a harcászati tiszt helyére lépjen. Mert nekem tiszta olyan érzésem volt, hogy most ki fogja oda nevezni őt, aztán lehet, hogy a következő részben már sárga ruhában lesz a mariner, és ő fog állni a híd fölötti szekcióba. Úgyhogy igen, igen, és, és nekem így az utolsó, ez nagyon ilyen érzelmes volt ez a sorozat, én azt hettem észre, az önfeláldozásoktól kezdve, a rengeteg önfeláldozásig, a, a anya, ö, anyalány összeborulás, ö, ö, igen, hogy te mondod, lezárták, és nekem nekem furcsa lesz, hogy hogy fogják ezt most tovább továbbvinni. Lehet, hogy egy ilyen huszár, huszárvágással fogják ezt megoldani. Emlékszel, itt a rajz, ebben a rajzfilmben volt olyan, hogy volt egy ilyen kelletlen vagy egy ilyen hülye szobatársuk az ászlósoknak, és őt Igen. előléptették, de valami banális okok miatt, és ott is egy pár percen belül rögtön kiderült, hogy át, aztán mégiscsak kirúgták onnan a francba. Szóval én valami ilyen, ilyen idétlen megoldásra is számítok, de aztán lehet, hogy teljesen máshogy oldják meg. Na de, ugye nekem ez az Exocomp a kedvencem, ez egy nagyon jó ö, rész volt egyébként a TNG-ben, és tök jó, hogy ilyenek ilyen lenyúlnak, vagy visszanyúlnak, meg ugye a pakledek. Tehát ez tetszik ebben a Lower uh -huh. sorozatban, hogy így a a TNG-nek a sűrűjébe, a mélyébe belenyúlnak, és olyan dolgokat szednek elő, ami, így, ami ismerős, de így gondolkodsz rajta, hogy na ez mi is volt, meg kik is voltak ezek, meg hogy is volt. Erre az exokompra egy kicsit én jobban emlékszem, de a pakledeket azokat meg kellett nézni, hogy ezek hol bukkantak föl, mikor jöttek ki ők tulajdonképpen, és tényleg egy ilyen utolsó nóném főgonoszok és szerintem építettek is erre, hogy ezeknek az ilyen bárgyúsága, vagy tudatlansága, vagy ostobasága, az, az ki, ki legyen emelve itt ebben az a konfliktusban. Hát az <laughs> nagyon ki volt emelve. Minden hajó nekik Enterprise volt. Csókolom. Igen. <laughs> Még egy Enterprise. Még egy Enterprise. Nekik, nekik csak az a hajó létezett, semmi más. Az a volt. Jaj, ez nagyon nagyos volt. És érdekes volt a másik hajó, ugye, amelyiket legelőször kaptak szét. Igen, a Dayton kapitánynak a hajója, lesz nem is emlékszem. A másik beszélgetésünkben ugye mondtam, hogy volt egy ilyen rész, ami annyira nem jött be, tudod, amikor az a véres jelentek voltak. Az a badgyi, amikor valakit ott részek. Aztán múltkor mondtam hogy ez, ez valahogy nem Star trek a dolog. Uh -huh. ö, itt mondjuk azért fölrobbanó hajók, meg ilyesmik azért voltak, azért ez, ez volt az igazi Star Trek-es, viszont érdekes módon, hogy azt a hajót is ugye ilyen furra kifigurázták, vagy kitolták, hogy zsírúj hajó, mindenki zokniba mászkál, a hajídon, tehát itt megint ez a, ez a végletekig kifigurázzuk a Star Trek ö, 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 univerzum dolgait, tehát hogy minden hajó makulátlanul tiszta, <laughs> ez megint egy ilyen, ilyen aranyos áthallás volt. Én most, hát tényleg nagyon kíváncsi, hogy most már a következő évadban mit fognak kitalálni <laughs> arra, hogy hogy figurázzák tovább a Star Trek-et valamilyen szinten. Én nagyon kíváncsi leszek. Az, az, is egy halálos volt, az a is jelenet. A, a, és, és rászólt. Rá, a hajót, a új. És rászólt arra szerencsétlen, hogy vegye le a cipőjét. De ez tök jó, mert ilyen napjainkban is van, hogy ö, valaki vesz egy új telefont, és akkor nem, és akkor vesz rá ilyen fóliát, vagy eleve van rajta valami, és akkor nem veszi le, ö, vagy távirányítókon szokott azt hiszem lenni ilyen védőréteg vagy védőfólia és először azt tapizza össze az ember, ez így tökre megvan hogy erre így megpróbál az... van, van ilyen sokakban ilyen kényszeresség hogy így megpróbálunk vigyázni az új dolgainkra de néha ez átcsap tényleg egy ilyen, ilyen beteges imádatba és ez a, ennek a Dayton kapitánynak szerintem egy kicsit így túlzásba fordult át ez a hogy meg kell Nem óvni kicsit. eredeti állapotában de aranyos volt, é, é, jó, é, most ezen az utolsó részen ezen nagyon jókat mosolyogtam. Tehát ö, ö, tényleg, ugye, ahogy az elsőbe is belesülítettek egy csomó vicces jelenetet, az utolsóba kegyetlenül beletoltak egy csomó áthallást, vicces jelenetet. Annak ellenére, hogy mondom ismétlem, hogy nagyon, ö, nagyon is Trek-es komoly mondani valója is volt azért a ö, évad zárónak, amit ugye felépített a 8., 9. rész. Ú, a 8. Nyolcadik, 8. A nem. Ú, a 8. mi is volt? Jaj. Az 8. az a tárgyalás, és ott szerint. Tárgyalás, ott igen. Ott volt az... csúcsra ja. járatva ez. A... Ott, ott azt nem értettem. Tehát lehet, nem tudom, nem láttam az előző beszélgetéseket, amik voltak. Nekem a 8 mm -hmm. a 9-es egy kicsit kilógott a sorból, de a 8-as aztán furra tehát egy ilyen. Nekem az nem illett be a sorba. Maximum annyit nem, hogy ismét kihozzák ezt a ellentétet arra, hogy ugye a, 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 híd nem hajlandó minden információt átadni az alsó fedélzetnek. És akkor, és akkor ez az el, ebből, van az egész konfliktus ugye kialakulva a nyolcasban, hogy egy csomó információt nem tudnak az alsó szinteken. Igen. Nekem, nekem igen. De, de, az is egy kicsit, nekem, nekem olyan, nekem olyan erőltetett volt a nyolcas. Nekem Aha. az Érdekes, Át, le... nekünk tetszett, a, a Brigivel beszéltünk róla, Aha. a nyolcadik adásban, és uh, nekünk nagyon bejött a dolog. Egyébként uh, abba igazad van, hogy az, az nagyon sűrű volt, tehát ott, ott uh, röpködtek a, az, az utalások is, meg uh, nagyon az pörgős volt az esemény mi? is. A nyolcas es az úgy kilógott a sorból. Tehát uh -huh. valahogy valahogy nekem egy picit olyan olyan, olyan olyan, nekem olyan érzésem volt, hogy így néztem az utolsó ezt a két részt, hogy hogy egy picit olyan felvezett, és mondom, mint a Enterprise-nak a vége volt, hogy, hogy, hogy csak végezzük ki Neked a az sorozatot. nem tetszett az a Tükör Univerzumos Enterprise epizód, Vagy egy dupla epizód volt, azt hiszem. I, az, az. Nem, nem, nem. Én nekem tetszenek ezek a részek, amikor, hogy hívják, Üm, és sok, sok, sorozat, majdnem minden sorozat belül szedik, szerintem az eredetiben is Igen. volt, ilyen a tosba is, ugye? Ott is volt, az hát az ott szemben. kezdődött az, ott az egész. Ott kezdődött, és mindegyik sorozat, mindegyik sorozat előveszi, aki ki, szerintem ezzel. Igen. Nem, hát a TNG-ben azt hiszem nem is. A tng jön elő. gondolkoztam, hogy van-e. A ds 9 ba nem tudom, nem ott egy kicsit többször is előjön, mint kéne uh -huh. szerintem. Ott sokszor előveszik. De a TNG-ben nem volt. Ott képregény van róla egyébként. Igen, úgyhogy ne nekem nem, magával az a, a, a hogy jaják, a terámbirodalmas dologgal, nincsen, nincsen így semmi extra. Itt se volt semmi, tök jó volt az a rész, az tetszett. Nekem ez az utolsó kettő volt, amelyik a 8-as, 9-es, amelyik picit úgy kilógott uh -huh. nekem a sorból. Ugye egy kicsit olyan erőltetett volt a, az egész történet. Mondom, ha csak tényleg az nem volt, hogy ebbe a két részben már tényleg építették fel az utolsó résznek a, 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 a lezárását, mert ugye a 9 esben élezik ki ugye az anya-lánya kapcsolatot olyan szintig, hogy már ott van fölötte a Dárdával, és már le akarja döfni. Tehát ott, ott végletekig kiélezték ezt a, a, hát a, a szalófedélzetet. Az egész sorozatot. Változatát igen? akarja le döfni, nem? Igen, 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 igen. igen. De hát ott, 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 ott szerintem így tudták azt megoldani, amit ugye magában a sima sorozatban nem tudtak volna, hogy hogy tudjon úgy lázadni végig az anya ellen, hogy, hogy ezt, ezt így végletekig kitolni az ez mm -hmm. a végletesség szerintem végig megvan ebben a rajzfilmben, ez a Igen. minden Hát ez egy terápiás, hol a Igen. program. Igen. Ott mindent lehet. Hát, hát az a terápiás madár hallod, <laughs> látta az egyik csoportban megosztva, a, a, a akkor ezt a madarat? Dr. Bubóhoz. Nem a Doktor Bubóhoz, a egyik Star, star trek meg ugye, hogy a, a mm. macska, a, 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 a eredeti a, tas, a TAS-sorozathoz hasonlítottak ilyen lényeket. Ja, ott a, is volt a valami. Hadnagy volt a nagy volt a az orvos. Doki. Igen. Orvos. Ugye az Arex az Arex volt, tehát az egyértelmű volt, tehát ott az egyértelmű volt, ahogy hívják. és a, 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 a Skor, a Skornép, Skor, amikor a, a lelket vadásszák a, a, hogy hívják, és ott egy ilyen madárhoz hasonlították. Szerintem az nem jó hasonlat volt, de, 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 de hogy hívják, de aranyos, aranyos, volt ez a madár, hát hallod, életem volna neki a... <síns> én lehet, hogy én is beborítottam volna az asztalt negyedik ilyen étel hasonlatnál. <síns> az nagyon aranyos volt, mindent a kajához hasonlított. Igen, egyébként azt hiszem, hogy volt itt Enterprise-os utalás is, ha már ugye szóba hoztuk, pont az Enterprise finálét, Igen. ahol a Riker ugye figyeli a, az NX Enterprise-nak a legénységét, és most is a végén egy olyan holofedélzeti programból jött, ahol a, a, az enterprise figyelte, az átseréket, és még mondta is, hogy a, a, a dalszövegre utalt ugye a, hmm. az Enterprise-nak a fő címéből, hogy a, messziről jöttek, mire idáig eljutottak. De nem azt mondta, amikor kijött, hogy ott hogy hívják, hogy nézte az Enterprise-t? Igen, igen, hát úgy, mint ahogy hogy olyan, a, úgy az Enterprise fináléjában. Enterprise-nak a sorozatot nézte volna a tévébe. <laughs> <laughs> nagyon aranyos volt, igen, a Riker. Ez ugye az egész Riker, a riker nem, azt nem tudom a riker ha már Rikerig eljutottunk, hogy csinálták-e neki azt a tipikus Rijkers-es beállást tudom, hogy fölteszi az egyik lábát igen, a... a... valahova arra. Nem emlékszem, hogy csinálta volna, és köszönöm Hát még most nem láttam én sem, csak a Renszom csinálta ebben <laughs> a sorozatban azt. <laughs> igen. Én, én, nem, tényleg emlékszem rá, azt hittem pedig, hogy végig tolni fogják, hogy ilyen fél ugrálva fog majd a Riker közlekedni, végig föl lesz, mindenre fölteszi a lábát, de nem, de az nagyon aranyos volt, amikor, amikor ugye a marinerrel elkezdtek, hogy hello, szia, hello, 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 azt a Diana, na, majd erről beszélünk. <gül> <gül> Szarra, az nagyon aranyos volt. <laughs> azt hiszem az egyen ruháját így egyszer lehúzta, mint ahogy a TNG-be szokták a Riker, úgyhogy volt egy ilyen apró apróbb kis Riker manőver, bár az ugye inkább Picard manőver szokott lenni, mert ő szokta mindig így az egy ilyen ruháját így határozottan megigazítani, de, de volt egy ilyen kis aprócska dolog benne. A Riker is csinálta. Neki is volt mindig egy ilyen, a Pikárnak is volt, de szerintem ez ilyen sorozat jellegzetesség volt, hogy a, a Riker is így sokszor megigazított egy Igen, azok a ruhák, mindig felcsúszott. Ah a divat diktátorok a 23. században mondták is mondták ilkán... is valamelyik ilyen de ezt, ezt meghagyom hogy... a kolléganőnek nehogy. a divat kérdéseket igen igen Ma, ha szerintem valamelyik extrában is mesélték, hogy mikor leültek akkor az egyenruha az körülbelül így idáig így felsúszott és akkor utána mindig így le kellett nekik húzni, hogy a helyén legyen, hát a Roddenberry-nek volt ez a hepje, hogy az egyenruhának olyannak kell lennie, hogy ilyen gyűrődések nem lehetnek rajta, tökéletesen rá kell, hogy simuljon a, a testre, és akkor hát ennek ez volt a negatív következménye, hogy mindig igazítgatni kellett a, a színészeknek a, a felsőjét, de aranyos. De érdekes különben, hogy a Deep Space Nine-ban már ez annyira nem volt jellemző. Hát, mert ott már egy kicsit bővebbre szapták szerintem azokat a DS9-es uh -huh. egyenruhákat. Bár az csak a sorozatnak a végén jelent meg, de tényleg igazad van. Előtte sem láttam, hogy ott a Cisco ö, ott húzogatta volna, vagy valamit csinált volna. Lehet, hogy azokat már úgy tervezték, hogy jobban testhez állt vagy ö, nem volt Na, annyira. Annyit uzogatták, hogy már védjegyéné vált a sorozata szerintem már, hogy átvették, hogy igaz is csak meg nyugodtan felvétel közben, ez a lesz a TNG-nek viszontlátása, csak hogy hogy lefelé az egyenruhát. Igen. Viszont, viszont összehasonlítva ugye a, a rajzfilmben viszont folyamatosan, ugye a Mariner, meg a terv, folyamatosan ki vannak gombolkozva, folyamatosan koszosak, folyamatosan uh, rendezetlen a ruhájuk, és ugye itt például a végén is, amikor ugye a Mariner elkezd ilyen, tehát kicsit, hogy kifordulnak a szerepek, tudod, a, hogy a Polnár a a a akar gonosz a lenni, ő pedig jó lenni, akkor ugye mindent megigazít magán, minden úgy áll rajta, mint Katiban a gyerek, tehát minden, hogy csitti-vitti. Én szerintem, ami a rajzfilmnek a nagyon nagy erőssége volt, ennek a tíz résznek, hogy ezeket a finomságokat, amiket azért legyünk őszintén 99%-ban csak tényleg a trekker rajongók, trekkerek hát értenek igen. és látnak, ezt, ezt bődületesen kihangsúlyozták. Én nem, nem tudom, ki volt a rendezője, meg félfélesen bevallom, nem néztem meg a rajzfilmnek, meg hogy ki volt az egésznek a producere, meg minden, de hogy erre olyan kegyetlenül figyeltek végig a, 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 a mind a tíz rész alatt, hogy minimum pici olyan áthallások legyenek az egész rendszerben, amit amit igazság szerint, ha most megnéz egy egyszerű honpolgár, aki aki a Star trek t annyit tud mondani, hogy az egyik a Star, a másik meg a Trek, azt csókolom, ö, nem érti. Nem érti, hogy mi. A trekkerek pedig néznek nagyokat, hogy oh, ó, de jó, igen, ezt láttam, igen, ezt ezt csinálta, és és ezt nagyon ügyesen csinálta a, a, a rajzfilm sorozat. Szerintem nagyon jó kis rajzfilm sorozat különben. Tehát akkor ez kifejezetten ö, ne próbálja meg megnézni egy nem trekker. Kíváncsi lennék egyébként, egy ilyen kísérletet kéne tenni, majd a <laughs> Nálatok a csapatban biztos van olyan... Az Attila sajnos már ugye elkezdte nézni a Star Trek-et, tehát ő, őt nem tudjuk így, így tesztelni, megvizsgálgatni, de majd keresünk ott nálatok valakit, akit, akit így berántunk, jó? És akkor majd megnézzük, jó. hogy mit szól hozzá külső szemmel. Té tényleg érdekes lenne egy ilyen beszélgetés, hogy ő, 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 ő neki, neki mi a véleménye? A... Lehet, hogy egyébként meg... így... Kis, ilyen kis rajzfilmként működik ez, tehát idétlen, pörgős, minden elképzelhető. És ezt akartam, igen, hogy, hogy esetleg olyan, olyan, most gondolkozok majd kicsodán, hogy ö, ki, ki, ki lehetne, aki esetleg hát a, a fiatalabb fiatala ér, aki, aki vagy nem ismeri a Star vagy pedig az, ezen a típusú rajzfilmeken nőtt föl, uh -huh. hogy, hogy ő neki erről így mi a véleménye. Mert ugye elméletileg ez a rajzfilm én szerintem legalábbis ugye ezt a fiatalabb korosztály próbálja megszólítani, ezt a, a szerintem a tíz éves korosztály környékén, ö, hogy megismertesse, megkedveltesse a Star trek -et ettől függetlenül. Bár nem tudom, hogy ez egy rajzfilm után megnéznek egy Star trek -et. A arra lennék kíváncsi, hogy a rajzfilm után, ha valaki megnézte egy fiatal, utána mit szól a Star Trekhez? És mondjuk most nem ott gondolom a Kelvinérát, mert a Kelvinérá azért elég akciódús meg minden, hanem mondjuk egy eredeti tos, ha. vagy egy TNG, Igen, egy TNG. Nem Szerintem is a tos, hanem ezek, egy TNG. Mindig, ezek mindig jót tesznek, mert a, a Kelvin filmeket, aki szerette és külső ö, ember volt, ők, ő náluk általában működik ez a visszafelé kompatibilitás, tehát amikor leültetünk egy Kelvin film nézőt, akinek tetszett a Kelvin film, azoknak általában szokott tetszeni a régi Star Trek is. Úgyhogy szerintem ez abszolút működik. Igen, és mint magamból is kiindulva, hogy férfiasan bevalva, ugye nekem ugye a Star Trek az a, az a TNG meg a TOS. A Kelvin irákat sem ugye, nem tudom, lehet egyszer beszélgettünk, nem is, nem is rajzfilmmel kapcsolatban, hanem szerintem még a, még valamelyik podcastben beszélgettünk róla ezekről a dolgokról, lehet, hogy ez a track volt, már nem emlékszem rá, uh -huh. hogy, hogy, ugye nagyon sok régi trekker rajongó az, az ugye nagyon, tehát nagyon kockán áll a, a, és most elnézést kérek mindenkitől, aki, aki esetleg, akinek nem igen ne magára. Aki nem kocka, ő, hanem kör, az kedves, az ne vegye kedves, magára. Kedves, kedves hallgatókat, vagy nézőket is, hogy akinek nem ingyen ne magára, de azt látom én is, hogy a régi, nagyon régi trekek nagyon nehezen, amit te mondasz, nagyon nehezen alkalmazkodnak az újakhoz. És ezt magamon is látom különben, mert ö, nekem ez az új ö, Kelvinéra, akár, ö, sokszor beszéltem szerintem erről, nekem inkább Star Wars. Tehát ez a pígy-púgy, csícsúgy, akciójelenet, alig bírod követni, mi történik a, a képernyőn, a csata jelenetek egy nagy katyvasz, tehát egy ilyen tjú -tjú -tjú röpködnek a hogy hívják, a lézerek, meg a, a tudító is feltűnik néha. Én már csak, már csak annyi kell, hogy csipogjon hátul, igen, valami, hogy a droid, meg szuszogjon a Darth Vader, ugye, tehát, és, és de, de, én, én úgy vagyok vele, hogy, hogy ezt a részét is elfogadom, beleteszem az univerzumban, mert a Star Trekben meg belefér a változás, tehát az, hogy eléggé rugalmasan lehet kezelni, hogyha az emberek azt mondják, hogy rugalmasan kezeljük, elfogadjuk azt, hogy ez az éra, ez ilyen. Ugye minden, minden előfordulhat a Star Trekben, úgymond. Tehát különböző idősíkok, különböző változatok, tehát és ezt szerintem így kell kezelni, csak sokan ezt nagyon nehezen kezelik. De ahogy te mondod, igen, szerintem visszafele, visszafele érdekes lenne. Csak én tényleg arra lennék kíváncsi, hogy egy fiatal, aki megnézi a, a, ezt a rajzfilmet, és mondjuk tetszik, hogy hú, tök jó ez a Star Trek, hogy mit egy TNG ez, vagy valami ez, ahol tudod, 10 perc alatt oldanak, hogy fél óra alatt oldalak meg egy problémát, vagy egy óra alatt oldalak meg egy problémát, itt meg 5 percenként oldanak meg kettőt <gül> <gül> a rajzfilmbe. Úgyhogy igen, igen, érdekes, de szerintem a rajzfilm sorozatot nagyon eltaláltak arra az oldalról nézve, hogy én meglátásom szerint ő sikeresen szólíthatja meg a mai fiatalságot ezt a tizenéves korosztályt, aki, akik ezen a rajzfilm típuson ö, nőtek fel mert ö, ügyesen lavírozott a két dolog között ezt szerintem az elsőben, amikor beszéltük, vagy a második, a másodikban beszéltük hogy, hogy féltem egy kicsit, hogy ezt mondtam is, hogy, hogy lehet, hogy egy kicsit olyan elviszik ilyen Gusztustalanba, vagy, vagy vagy olyan, hogy úgy viszik el ezt az egész rajzfilm dolgot, hogy túlságosan is eltolják a, a mai trendek felé, tehát és ott a véres filmnél kicsit meg is ijedtem hogy bejött ez a dolog de szerencsére ebből kilavíroztak úgy, hogy és egész jól ügyesen összehozták azt, hogy fiatalok számára is izgi legyen, de Star Trek mondani valója is legyen és és az egész között ilyen nagyon ügyesen lavírozott és viccesen szerintem uh -huh. nekem, nekem nagyon tetszett Ugye kérde, vagy mondtad itt, hogy vajon ki lehet az értelmi szerzője ennek a rajzfilmnek. Uh -huh. Hát ő a Mike McMahon, ezt szerintem uh -huh. másik beszélgetésekben mondtam, de nem baj, hogy ez mindig uh, szóba kerül, mert szerintem uh, Bocsánat, fontos. Bocsánat, nem néztem százszerzelégig végig. Ne, ne, nem probléma, nem azért mondom, hanem, Ilyen, uh, hanem hogy uh, aki már Ilyen, hallott, hát az, az nyugodtan tekerje tovább, mert uh, most most megint egy kicsit róla elmondom, hogy mit lehet tudni. Ő, ő, neki volt korábban egy ilyen twitteres hát kampánya, vagy sorozata, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, ahol ilyen szövegben leírta egy TNG 8. évadot, ilyen viccesen. Azt hiszem, hogy ezt talán még könyvben is kiadták, tehát neki ez a Star Trek előzménye. És hát ő körülbelül én a set megfelelően tudnám őt hasonlítani. Tehát egy nagyon, nagyon elvakult Star Trek rajongó ö, látszik a végeredményen, hogy, hogy nagyon sokszor látta a Star Trek TNG-t. Nagyon, nagyon a mélyből ahogy mondtuk az előbb, hozza rángatja elő a dolgokat, és ez nagyon jó, hogy, hogy ö, van, számítanak ezek a dolgok egy rajongónak, hogy egy, egy újra látunk Episzódikus formában előkerülő akármilyen népeket, vagy, vagy berendezést, vagy most ezt az Exocompot, vagy bármit. Ez, ez nagyon sokat számít. Szerintem a Set megfelelőnek is, bár ugye ő a licenszel nem rendelkezik, vagy másik univerzumot teremtett, de látszik az ő erőbefektetésén is, hogy ez, ez a Star Trek. Rajongóknak szól ez az Orville, tehát azoknak, akik uh -huh. akik úgymond ezen nőttek fel, vagy, vagy ha nem is ezen nőttek fel, de azért eltöltöttek benne hát annyi óra számot, amit maguknak sem mernek bevallani. Tehát, ugye el tudnak veszni a, a Star trek a világában, és én az ilyen alkotókat nagyon szeretem, nekik már az arcukon látszik, amikor nyilatkoznak, hogy Iszonyú lelkesek, és iszonyú sok energia van bennük, és nagyon át akarnak adni valami olyat, ami tiszteleg a, a Star Trek előtt, és, és feldobja az egészet, és lazábbá akarja tenni. Ilyen szempontból is jó az Orvil párhuzam, hogy itt a karakterek ugye lazák, mm. nem, nem az a igen kapitány, meg. Oh, ezért nem tudom, milyen nagyon formális a, a stílus, hanem milyen haveri cuc, tehát, amit mondtál te is még a az első részek valamelyikében, hogy amikor ott összepacsiznak a, a tisztek az elején, tisztek. <laughs> Igen, és akkor mennek, megbeszélnek valami sörözést, vagy valami, tehát ilyen halál az, a, az egész, és ez kicsit hiányzott szerintem a, a Star Trekbe. Figyelj, nem biztos, nem biztos, hogy hiányzott ez, ez a lazaság, mert ugye azért, azért legyünk őszinténk, ez az egész ö, csillagflotta azért egy félkatonai szervezet, akárhogy is nézzük, tehát oké, okay, hogy most itt a rajzszínben kifigurázták ezt a ezt a nagy keménységet, meg ugye összepacsiznak, meg az Orville is inkább a lazább ö, hangsúly felé ment, de én szerintem a Star Trek univerzumnak azért ez egy alappillére volt az, hogy mindenki jól ö, szituált, jól viselkedik, ö, mind mindenki viselkedik, egy egy egy, egy úgymond intelligens megoldás, probléma megoldó képesség, nem bohockodják el a dolgot. Szerintem ez a Star az egyik alapköve, én szerintem. Mm -hmm. Most oké, okay, hogy a rajzfilmben, meg az Orville-ben, ugye az Orville az ugye teljesen más irányba indult el, de a rajzfilm is ö, ö, ö próbálta ezt a... Érzelmesebb vonalat a maga módján szerintem, ugye itt a végén, uh -huh. ahogy kialakultak itt a családi dolgok, meg önfeláldozás, ugye ugye nem csak a, a harcászati tiszt, úrának nem tudom megjegyezni a nevét, pedig esküszöm próbáltam. Sex. Sex. igen, igen, ő, meg ugye a, 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 a Kiborg is, annak uh -huh. sem tudom megjegyezni a nevét, mindig elfelejtem a nevét annak is. Tehát a Boimlernek, meg a Marinernek már megjegyeztem a nevét, de az Orioninak, meg a... a, a, a Tendi nevét, és nem a Rutherford... Rutherford? jó, e egyszerűen mondtam, hogy ez nekem halál, ezt a kettőt nem tudom megegyezni. <laughs> <laughs> és így ott is, hogy föláldozza magát, hogy, hogy ő viszi át a vírust. Viszont volt egy érdekes, az a kis robot. Ez egy nagyon érdekes karaktere volt az utolsó résznek, szerintem. Igen, hát ugye, szintén ugye átalába... a TNG ből jött át, hát, szintén a TNG-ből jött át, tehát volt egy olyan epizód, amiben ez az exocomp, ez kiderült, hogy egy értelmes lény. Talán a Jordi foglalkozott vele, vagy már nem is emlékszem. Nagyon érdekes, ez tipikusan ilyen Star Trek téma, hogy van egy nagyon nem humanoid cucc, és arról kiderül, hogy, hogy először az, hogy gondolkodik, intelligens, és nem csak ilyen szokásos komputeres patternek vagy oh. ilyen minták vannak, ami alapján végrehajtja a parancsot, aztán az is kiderül róla, hogy ez egy élő lény és ezt húzták most elő itt. Ez, ez egy továbbfejlesztett verziója már, ami így nagyon haverkodik. Ugye ezt a haverkodást az előbb nem is úgy, úgy akar, nem, nem, úgy értettem, hogy akkor, amikor Star trek néztünk, akkor, akkor, úgy hiányzott volna, hogy na most pacsizzon össze mondjuk a Picard Aha. meg a, a Riker, tehát így visszamenőleg nem, nincs meg ez az igény, meg akkor nem gondoltuk azt, hogy ez, na ez túl merev, de így jó volt látni a, az Orville-ben, meg ebben, és egyébként a Kelvin filmekben is már megjelent ez a lazaság, meg ugye megjelenik a Discovery-ben is, Azt, aztán nem láttad, de csak a nézőknek Ö, igen, mondom, ott, hogy, hogy ott van a Tilly. Mindig el, le vagyok maradva. <laughs> ott van a Tilly nevű karakter. A harmadik nem, figyelj, ez olyan lesz, mint az a harmadikkal is. Figyelj, ez olyan lesz mint az Enterprise. Nálam mindig így van. Itt tudnék mutatni egy-két könyvet, ja, most nem most az az egyik magasító itt a, 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 a alatt, Uh, Általában mindig úgy szoktam csinálni, hogy elolvasok a könyv, az ilyen vastag könyvből ennyit, körülbelül egy 20 oldalt a 200-ból, aztán egyszer csak bekattanok, azt utána a többi 180 hozzáolvasom egy nap alatt, egy kettő alatt. Ez már mindig így van. Ez ugyanígy volt az Enterprise-nál is. Már lement ezek is évad lement, egy-egy részt láttam belőle. De lement akkor így ellek téged, hát egyben meg fogod tudni nézni az egészet. És Egyben megnéztem az egész, hogy hívják Enterprise-t, és én megmondom hogy nekem, nagyon tetszik az Enterprise. Minden hibájával mindennel együtt, de nekem nagyon tetszett, nagyon bejött az az Enterprise része. De ugyanígy volt a voyager is, meg a TNG-vel is. Férfiasan bevallom, hogy a TNG-ben meg a TOS-ban ott, ott vannak hiányosságaim, ott nem minden részt láttam. Uh -huh. Nem minden részt láttam. Nagyon keveset, nagyon-nagyon össze-vissza nem tudom, hány részt nem láttam, de sokat. Ilyenkor derült ki, ugye, amikor a kis, ez a videó előjött, hogy ezt sem láttam, ezt a, a uh -huh. jelenetet, ezt a részét. Viszont visszatérve a kis robotra, nekem pont a, nekem egy picit ellentéte volt a, a Détának, Aha. Maradunk, ahogy hívják, az önfeláldozásnál, meg a. Hogy hívják, ugye, ugye, ugye hogy mindenki elvárta volna, hogy ő, mint robot, átmenjen, mint robot betöltse, és robot kijöjjön. Ami mondjuk egy Détánál szerintem tök alapzsír dolog volt, hogy egyértelmű volt, hogy ő bemegy és föláldozza magát. Nálam no nem. <laughs> és nem áldozza föl magát. És, az elmentem, be, és távozott. Oké, okay, hogy utána jó, kitolt magával, mert ugye az nagyon nagyon is volt a végén, amikor hello, hello, hello és így elúszott a képernyő előtt. Egy kis bosszú a alkotóktól, de itt is biza, tudod, ez, az ellentét kifik, kihangsúlyozása, hogy a robot, android ember feláldozza magát, itt az emberek áldozták, jó mondjuk az egész Star Trek a feláldozás, tehát ez ez, 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 így van. De, de, de ez aranyos volt, hogy mindenki azt vártam volna, hogy persze, átveszem, persze, átmegyek, és én leszek a megmentő, a ma itt vagyok, mint epizód szereplő, azt beintett nekik, azt nektek, én ugyan nem, azt távozott, kisugározta magát az És a jön. néző is azt várta volna, hogy hát ezért van felépítve ez, az, ezért jött ez a robot, hogy ez lesz az értelme, és jól mindenkinek oda oda tettek a készítők, hogy hát nem, nem, <laughs> nem így. Nem, nem, sugározta magát. És annyi, annyi ilyen aranyos, tehát tényleg ezt, ezt a részt nagyon tömtek ezek az aranyosokkal. Tehát az, 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 akkor kezdtem el hatalmasat röhögni, amikor ott hívják, amikor elkezdte a panelekből előszedni a a különböző szúróvágó fegyvereket a mariner, az Én a klingon tele volt a, a, tele volt a hajó ezekkel, a, és akkor azt mondtam, hogy meg is jegyzik a végén, azt lehet, hogy rosszul értettem, mert ugye mondtam, hogy angolosságom az nem az igazi, hogy ott a, azt a Rikerrel bizniszelte? Igen. Azt hiszem. Igen. És Én ugye is is azt mondom, értettem. Hogy jövővel, biznisz, az azt a szólt be a na erről majd beszélünk. <laughs> Ez nagyon-nagyon volt. Úgyhogy igen, igen, de, 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 de... Nagyon-nagyon-nagyon azért nagyon, nagyon, érzelmesen sik, Annak ellenére ez itt ez tényleg végletekig széthúzták az egész záróepizódot. Ez egy nagyon jó záró epizód volt, én szerintem, mert érzelmes is volt. Végletekig húzták ezt a teljesen kisarkosítunk mindent a, a, a Star Trekből. Ez a nagy összeborulások a végén, önfeláldozás, nagyon egy tartalmas rész volt amit szerintem kisporoltak a 8-9-ből, de így vele gondolva lehet, hogy ez így is, lett, így is volt jó. Igen. Már ez többször ezt, a, ezt az önfeláldozást mondtad, és már uh -huh. euh, é, én is már kicsit elódáztam ezt a dolgot, mert erről azért beszélni kell, hogy meghalt egy karakter, de még egy, egy dolgot mielőtt ide megyünk. A... A Tendi kapta mindig ezeket az olyan aranyos szerepeket, hogy például egy kutyája van, vagy most ez a kis robot, vagy uh -huh. volt egy olyan csávó, akit ugye próbáltott kárpótolni az a nagyon spirituális epizódban. Tehát mindig ő kapott egy olyan társat, ami ami valahogy úgy mondott valamit az ő karakteréről is, és ez, ez nekem tetszett, hogy mindig neki vannak ilyen, ilyen társ vendégszereplői. Emlékszel, amikor beszéltünk a tendiről még a második résznél. Tudod, hogy ugyan beszéltünk akkor róla, hogy egy ilyen mellé, mellé karakter, amit, amit nem tudtuk, hogy hova futtatnak ki a uh -huh. karakter karakterjel. Tehát annyira jellegtelen volt, meg minden. Én nekem egy picit, is azt hiszem, a kilencesben, igen, amikor rotják, ott ö, hangsúlyozták ki a Orioni múltját. Uh -huh. Ugye az Orioni kalózok, ugye, mint például tas, ugye az, az szerintem át hivatkozás volt oda az Orioni kalózos ö, ö, epizódra, pont amit most adtunk Ugye a 17-es volt az Orioni kalózos, és, és azóta azt hiszem 17-es. Bocsát, mert is keverem néha a saját sorozatomat. É, és nekem egy picit olyan érzésem volt a tendinél, hogy olyan az a vég az a szeretet hiányos. Tehát mindenkinek a szeretetére vágyott, mindenkinek meg akart felelni rácsapott ezekre a társakra, ő, ő volt ez a kicsit ilyen szeretett hiányos karakter. Nem? Nem, nem úgy látod? Uh -huh. Hogy, hogy ő, ő, ő mindenkit szeresse, mindenkinek a barátja akar lenni. <laughs> kicsit, kicsit ez a, ez a, ez a hogy de végeredményben akkor is kiderült, hogy egy nagyon jó harcos is volt a végén. Tehát amikor ugye mesélte ott a tárgyalóteremben a nyolcadikban, hogy hú, ide mentek, oda mentek, aztán utána kiderült, hogy ő mentette meg a csapatot, és úgy arra gondoltak, hogy ki vagy kisugározzák Igen, őket, aztán -er. szétverte ott az összes Romulánt. <laughs> Igen, szerintem az van itt a háttérben, hogy a Tendi egy olyan helyről jött, ahol, ahol a csillagflotta az nagy dolognak számít. Tehát ő, ő ezt, és ennek minden percét ki akarja élvezni, és minden Mindenkivel barátkozni uh -huh. akar, minden minden előnyt meg akar ragadni, ami ezzel jár, és ezért lesz ilyen szerintem az ő, ő karaktere, de nekem nagyon tetszett végig. Mennyire vagy benne a news ba Hát az első hármat láttam. a hiszem pont a második rész a Lolani. A Lolani, igen, azt láttam. Lolani, az, az, az orjai nő. Igen. És... és, és... Borzal, na ott kerül ez a rabszolgaság, férfi, férfiak a nők, ugye, hogy, hogy a nők meghódítják különböző feromonokkal őket, de el vannak nyomva, ő is ki akar szabadulni nekem egy picit tudom, hogy ez egy rajongói ö, 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 sorozat de mégis ö, mégis talán ők adták vissza a legjobban a, a, a orioniakat, Igen. én szerintem hát jól elmélyítették ezt a témát igen, igen, mert ugye a rajzfilmben az Orioniak, ők, ők ilyen uh, ugye kalózok, kalózkodnak, a férfi ott is, ugye a férfiak, a, 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 akik viszik. Ugye a rajzfilmben ott, a, a, ott, ott, is van ilyen, hogy ugye az öngyilkos uh, hajlam, ugye, hogyha nem sikerül egy küldetés, akkor öngyilkosságot követel a Orioniak. Uh, viszont, viszont a társadalmi részéről én a tosnásra nem emlékszem, hogy belemélyedtek volna, Viszont a News az, az a rész, az, az keményen. És egy picit, picit szerintem itt a Tendinél is uh, uh, volt egy ilyen háttere neki, hogy, uh, hogy ez az elnyomott női uh, karakter, az Orioni társadalomban és most kiszabadul, és mindent tudni akar. Igen. <laughs> é, mert, mert megmondom őszintén, az egész én, most javíts ki, hogyha nem így van. Uh, de szerintem ő az első Orioni uh, csillaflotta. Uh, Csillaflottás. Hát mert én, én, nem, nem emlékszem, én emlékszem, és javíts ki, hogyha, ha, 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 tévedek, de ugye a Tasnál egyértelműen nem, a Tosnál szintén nem, és ilyen TNG-be sem emlékszem, hogy találkoztam volna uh, Orioni tisztel, vagy Orioni... Úgy emberok semmivel sem, mert... A csillagflottában. Igen, de, de sehol sem, mert a, az eredeti Jelen, sorozat, illetve a igen, a Kelvin filmben, az eredeti sorozat, illetve a rajzfilm sorozat után csak az Enterprise-ban jelent meg Orioni karakter, tehát a TNG-ben, a DS9-ben, Voyager-ben nem volt Orioni. Hmm. Aztán. Ugye? Igen, a Kelvin filmben volt a Urának a szobatársa, akivel így ott van a körk. <laughs> Aki ugye megint előjött, ahogy hívják, ez a női báj el, elcsábítja, meg a. Kicsit, kicsit szabad a belveket valló orioni nők című, mert ugye ott elvitték abba az irányba. Tehát Igen. a, a, a Kelvin ott nem is a rabszolgasság, ott hívják, hanem egy kicsit a szabad a belvű női karakter irányába vitték el ott azt a karaktert, aki ugye a úrának a szabatársa. De ő, ő rajta kívül, én a régiben nem emlékszem orioni tisztre. Igen. Hát a a Star Trek continuous azt ajánljuk ismét mindenkinek, akinek a, az eredeti sorozat az a vérkeringésébe van, és nagyon szereti, nem tud nélküle élni, mint például én. Főleg aki a tost szereti. Igen. Azok mindenképpen... Ugye a Viktor, most ki nem mondom a nevét, Ming... 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 Ming, Ming nem tudom ki mond... Valami ilyesmi. Ming... Jónak. Mi? Mi, Ming... Ming Vic. Igen, igen, aki a, ő, a, ő a, ő a ő játsza Igen. a körkapitányt végig benne. Ö, ugye eredeti, eredeti tóst akarta feléleszteni ebbe a sorozatba, és szerintem borzasztó. És nagyon jól sikerült. sikerült. Igen. Ö, és, és, ő ö, nekem egy picit ö, nagyon ö, inkább, ér, ö, ők viszont nagyon elvitték az érzelmes felé. Ö, nagyon jók, nagyon elgondolkoztatóak ö, a részek, ö, de én, én megmondom őszintén, aki a Kelvin filmen nevelkedett, azt szerintem nem fog, nem fog neki tetszeni. Mert abban nagyon sok elgondolkodtató, inkább érzelmi alapon do ö, vévő ö, dolgok. Ugye ott a műszaki hiányosságot akarták szerintem ezzel pótolni, vagy mm -hmm. arra felé vitte el a vik ezt a történetet, de szerintem borzalmas az. Ez, ez azoknak lesz egy, egy hatalmas, nagy élvezet tényleg, akik az eredeti sorozatot nagyon kedvelik, mert itt, itt topzódhatnak, tehát így így százszorosan kapják azt a hangulatot és azt a, azt a történetmesélést. És vannak vendégszereplők konkrétan az eredeti sorozatnak az idejéből, az első részben például az eredeti Apollo Igen. színész tér vissza. Nagyon 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 sok, ők is nagyon sok uh, tos epizódból építkeznek végig, úgyhogy az nagyon jó, az is, az is egy nagyon jó. Illetve ahogy hívják ugye maga a Rajzfilmnek a visszakanyarod vagy a, a Rajzfilm, ez ugye, én nagyon örültem, hogy itt is uh, összekeverték ugye a tost a, a, a TNG-vel, hogy ugye át-visszaemlékeztek a körkre, meg, meg, meg a régikből is szedtek elő ő karaktereket. Nagyon aranyos volt ez, hogy, hogy ezt az irányvonalat uh, követik. Én nekem egy külön pici ö, ö, jó dolog, én legalábbis örülök neki személy szerint. Ugye, aki mondtam, hogy a Kelvin filmekért idézőjelben nem annyira rajongok, bár megmondom őszintén, a Urban féle Mekkolyt azt imádom. Tehát szerintem az, a, az a, a Kelvin sorozatnak a legjobb döntése volt. Imádom a, a magát a színészt is, nagyon jó, nagyon jó színészt. Leonárni, ma is. Játsz. Ö... mikor a annyi nem látszik belőle, de <laughs> csak, a, a száj. Csak a így, de Azt is jól alakítja nagyon. Egyébként és... pont a Kállörbön volt, a Leonard Nimo is azt mondta, hogy ő el is érzékenyült, amikor látta a a játékát, mert ő ugye mindig a Deforest Kellyvel volt párban, és ott cukkolták egymást, és mondta Igen. a Leonard Nimoy, hogy teljesen ráismerte a Deforest Kellyre a Kállörbönnek a játékában, és nagyon, nagyon jó, jó volt neki, megdicsérte, hogy ez igen. Imádom a humorát, a az, azt az viszont imádom. Az, az egy hatalmas, azt nagyon össze összehozták azt a részét. És azért én, én, én visszatérve nagyon örültem neki tényleg, hogy a rajzfilm, visszakanyarodva a rajzfilmhez, az eredeti vonalat követte. Tehát a TNG, TOS TNG... Érát követ, annak ellenére, hogy kifigurázza az egészet, és hogy, és hogy nem keverte össze a Kelvin-érával. Én ennek mondjuk örültem. Jó, mondjuk a Picard is látszik, hogy a, a CVS most ezt a vonalat is viszi tovább. Tehát nekem egy kicsit olyan érzésem volt a CVS-nél, hogy addig ütjük a vasat, amíg meleg, mindent. A, ugye a Discovery egy harmadik vonal, a, a, t, a, ez a rajzfilm a eredeti vonal, akkor ugye most nem tudom, azért attól függetlenül nagyon bízok benne, hogy a Kelvin vonalat viszik tovább. Mert, mert attól függetlenül én, én szeretem az ilyen akciózusat. Hát, most nem jó hírek vannak a igen, kapcsolatban. Remény, remény, remény ha tudod, az igen. pusztul meg utoljára. Nem mondom ki a másik hát verziót. A Discovery, a Star Trek Picard, az, az ugyanúgy a a prime idő vonalon játszódik, annyi a különbség, hogy ezeknél a sorozatoknál más az art design egyszerűen, tehát elképzelik más, hogy a kling... az eredeti Igen. vonalon? Igen. Van. Igen. Nekem, nekem egy kicsit olyan más. Csak a Kelvin. Nem azért, mert mások a Klingonok benne, hanem, hanem nekem egy picit olyan, olyan nem tudtam beleilleszteni az eredeti. Így Sokan így, így van vannak van. ezzel, és ez pont a, pont a szerintem ez az art design miatt van, hogy nem csak a Klingonok miatt, hanem minden más, hogy néz ki. Ez igazából a, a készítőknek a, az elképzelése, hogy ők hogyan akarják vizuálisan ö, tálalni a, a saját sorozatukat, ez eltérhet. Tehát a Mike McMahon egy old school tracker, mm. ő, ő így akarja, de ezekre szerintem nem szabad úgy gondolni, hogy feltétlenül össze kell hasonlítani, hogy Na most aztán minden ilyen vizuálisan. Ha stimmel, akkor örülünk, hogyha meg a discovery van egy saját vizuális nyelve, akkor akkor abba vagy belenyugszunk, vagy, vagy örülünk neki, hogy az meg mennyire jó, de ezek egy, alapvetően ez mindegyik a Prime idővonalon játszódik, csak a Kelvin az, ami le van ágazva. Igen. De hát tiszta bolond vagyok én közben, mutogatom, hogy tiszta bolond vagyok, hát a pálykapitánynak az egyenruhája, az egy igen. egybe tosos. Tehát igen. innentől, vagy a, hát kettő tos, ilyen, inkább a tos felé hajlik, tehát tiszta bolond vagyok. Ebből látszik, hogy nem láttam. A Pike részes nem láttam. Ugye Pike? Pike. Igen, és akkor lesz a még pike. egy Na, Pike sorozat tettem. is most, a Strange igen, Igen, azt hallottam, igen, igen, igen. Hát tiszta dinnye vagyok, hát persze, hát gondolhattam volna, hát ugyanazok a vagy citronsárga egyenruhákban rohangál a kapitány egy-két képen. Na most már aztán lassan tényleg időszerű lesz a szem a Discovery-nek is neki feküdnem. Na Gergő, már itt húzzuk az idegeit a nézőknek, hogy a, a fe, az önfeláldozás, én például igen. nem láttam ezt előre, hogy itt meg fog halni karakter, és kicsit sajnálom is, bár ez a sex ugye nem nem sokszor szerepelt, inkább igen. csak ilyen rövid bevágások erejéig, de azért megkedveltem. Igen, meghatározó karaktere volt neki, igen. igen. Erre én se számítottam, hogy hogy uh, itt, itt most valaki a főszereplők közül ott fogja ott fog maradni a fedélzeten és meghal itt az egész részben. De szerintem ez egy méltó tisztelgés volt a, a, a Star Treknek ennek az irányvonalára, én szerintem ez az önfeláldozós része bár most nagyon sokan áldoztak föl ebbe a részbe. <laughs> itt, itt, kicsit ezt, ezt a részét is egy kicsit úgy túltolták, amivel ugye a, a seknek a halála volt a csúcspontja ennek a dolognak. Én is sajnáltam, én attól függetlenül, tudod, én mindig mondtam, és meg szerintem aki, aki, esetleg már többször látott engem, vagy hallott engem, tudja nagyon jól, hogy nekem, nekem a klingonok a kedvenceim, hát ez egy emberi klingon volt szóval én szerintem csak nem voltak homlokredői neki már ez a klingon ugye az első évadában a, a TNG-nek a tasajár hm. halt meg és most egy merész elképzelés a részemről hogy lehet hogy a SEX helyére beugorhatna a Worf állandó biztonsági tisztként és lehet hogy a Michael Dorn állandó szereplő lehetne de ez csak az én perverzióm úgyhogy ne várja senki, hogy ez fog történni, de érdekes lenne. Ez, az biztos. Ő még úgy nem jelent meg a sorozatba, tehát végig a eredeti sorozatból. jaj, hát a másik, hát a Q. Hát, tudod, ezt beszéltük Igen. a 4. része, hogy megágyaztak a kúnak. Hát amikor megláttam, ez, ez a csávó, ezt kész vagyok tőle, hallod? Az a kú, az kús volt. <síns> az, 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 De nem sok, nem sok Szereplőt hoztak át most az eredeti sorozatból. Ha visszagondolok mind a tíz részre. A Rájkert hozták, ugye, a Kújött, a Diana, ki. És a jött? Da Vinci. Igen. Ennyi. De az eredeti sorozatoknak a szereplői közül szerintem. Nagyon, hát mindig csak emlegették őket. Igen. Ilyen áthallásokkal. De szerintem elég is volt. Ennyi. Nem Te kell. Be. Ő, igen. Igazad van. Uh -huh. Tehát ez így, ez így, pont elég volt. Ez így pont elég volt. A kúna körültem, na, az, annak, annak, a figuráját, annak mindig is imádtam a TNG-be is, a, a kis, a kis hogyha, okoskodó istenséget. Hát én, én, nagyon szeretem azt a karaktert. A színészt is szeretem, aki, aki játsza, ez is több filmben is van, de őt is szeretem, de de mondom, hogy hívják a Q karaktere, az, az, az nagyon jól előjött itt újra. És azért ott is azért elhúzták rendesen magának a karakternek a, a jellemző vonásait, tehát ezt a beszólogatást. És ugye, ugye adtak egy csavart, hogy a, hogy a marinerék meg ugye nagy tojtak a fejére. Igen. <laughs> ott hagyták a fenébe, ott egy elhagyták Egy már nem <laughs> nagy szám. Nem, ah, nem hú, érdemes mert? foglalkozni vele. <laughs> Volt még egy ilyen <laughs> cliffhanger-szerű történés itt a végén, hogy a Rutherfordnak ugye teljesen kiesett a memóriája, de lazán kezelte ezt a sorozat, mert azt mondta, hogy hát Körülbelül ugyanazon az úton, mint ahogyan megismerkedett az első tíz részben a tendivel, ugyanazt fölépítik a nulláról, és ugyanolyan gyorsasággal ezt meg fogják csinálni. És kicsit keretes is volt, mert az első részben jelent meg, hogy állandóan az implantját nyomogatja, ez eltűnt Igen. szerintem utána, és most megint visszajött, hogy ilyen különböző Igen. üzemmódjai vannak neki. Igen, különben nem teljesen lett amnéziás, mert a Marinert például rögtön felismerte. Igen? de várjál erre. Igen, nem is amikor emlékszem. bejött, amikor korteremben vannak, és bejön hozzá, és őt rögtön felismerte. A Dendit sem teljesen felejtett, de, vagy elfelejtett? De ő hát szerintem elfelejtett, el. Igen. igen. <laughs> igen és arra mondta, hogy lehetünk újra megint barátok. De például a Marinerre például emlékezett. Aha. Ugye egy gép, ugye, amikor ugrál a, a 8 nyolcas részben van. Akkor visszaemlékeznek a tárgyaláson. És akkor kikérdezik, mindig lereszeteli a... a, a mindig csak ilyen mint amikor be van rúgva valaki, mindig csak ilyen... Ja, amikor a <laughs> esküvőre. De esküvőre... <megy. gül> ja, ez is nagyon jó volt, ilyen sötósra. <laughs> és, és megmondom ősz, különben egy hasonló faj van, ahogy hívják be is a tasba is, ez a, ez a hüllőszerű. Hüllő. Ez a mint a gorn, csak ott, ott nem mondják ki, hogy gorn. Hú, várjál, most spoilerzek. Igen, mert Lehet... ez most lesz a 18-ba. Igen, a 18 akkor ott lesz. majd lesz egy hüllő. Bocsánat, most spoilereztem. Elnézést De a hát a kedves... szindik között is <laughs> vannak hüllők, és ott is ők a nagyon mogorva alakok. Úgyhogy ez a hü... így aki van. hüllő, az, az úgy rossz előjel, hogyha a Star megjelenik, és, <laughs> és, és ilyen, e, ilyen élőlény. Na, a Gergő Jön szerintem a is. búcsúztassuk el ezt az első évadot. E, nekem Nekem ez nagyon hiányzott egy ilyen. Nem tudtam, hogy ez kell nekem, vagy nem számítottam rá, hogy ez ilyen lesz, vagy hogy, hogy jön. De amikor megláttam, akkor már az első résznél azt éreztem, hogy na ez. Ez nagyon jó, ez, ez pont nekem szól. Ez egy ilyen ö, könnyed, aranyosan, meg olyan kedvesen ö, kiforgatós sorozat lesz, rengeteg visszautalással, úgyhogy ez nálam ez teli találat, és, és, cson nélkül ez nálam egy 10 per 10-es sorozat lett. Teljesen egyetértek veled. Én, én csak azért adok 9-et a 10-ből, mert most is azt mondom, hogy az a véres jelenetes dolgot a középső részek egyik év, az nem. Az, az, mm -hmm. nem, az nem tetszett. Ö, jó, legyen 9 és fél. Na, jó. Okay. Csak felett vonok le miatta, mert tényleg csak egy részben volt, és egy, csak egy félperces jelenet, de teljesen egyetértek veled, hogy tényleg egy szerintem a Star Trek univerzumban egy nagyon hiánypótló ö, 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 sorozat volt ez, amit kellett a fiatalságot is, hogy megszólítsa, és, és tényleg nagyon, én is nagyon, nekem, nekem is nagyon tetszett, és nagyon bízok benne, ami nagyon fontos, és ezt én mondom, aki hogy hívják, nem, nem szeretném ezt én szinkronizálni. Remélem megcsinálják rendesen, normálisan, magyar szinkronnal veszik rá a fáradtságot, és nem lesz egy olyan fanatikus 40 év múlva, mint én, aki előveszi, és akkor na, akkor adjunk neki egy magyar szinkront. Na hát Gergő, ez fantasztikus volt már megint. Köszönöm, hogy tudtál időt szakítani az impulzusra megint. Én köszönöm, hogy itt lehettem és kibeszélhettem ezt a fantasztikus, mert szerintem fantasztikus sorozat attól függetlenül, attól függetlenül csak 9 és felett adtam rá 10-ből, de, de attól függetlenül nagyon jó szerintem. Nagyon jó, nagyon jó. Na hát ezzel le is zárjuk ezt az egész adássorozatot, amit 10 héten keresztül folyt. Lesz egy eredeti sorozatról szóló kibeszélünk most vasárnap, és a jövő héttől kezdődően ugye Discovery harmadik évad kezdődik, úgyhogy azzal fognak majd foglalkozni a műsoraink, egészen addig, amíg véget nem ér a harmadik évad, és akkor megint visszatérünk az eredeti sorozathoz. De az eredeti sorozatból már nincsen sok, a harmadik évadot nem sokára befejezzük, és amikor ez megtörténik, valamikor 2021-ben, akkor az új nemzedékbe is bele fogunk kezdeni. Köszönjük Széplesz. szépen az eddigi figyelmet a kedves nézőknek, hogy végignézték ezt a, ezt a tíz részt, amit a Lower készítettünk. Tartsatok velünk a többi műsorainkat is, kövessétek. Sziasztok! Hosszú és eredményes életet. Sziasztok!